Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves Mária, Péter, György és kedves Miklós a távolból, és mindazok, akik itt együtt vagyunk, családtagok, barátok, ismerősök, és akik az interneten keresztül kapcsolódtok be ebbe a mai szertartásba, amelyben hálát adni jöttünk két ember életéért, Zóráért és Miklósért, és akiknek hamvait örök nyugalomra helyezzük a templom kriptájában. Megkérjük a mindenható Istent, hogy akik itt a földön szeretetben együtt lehettek, együtt lehessenek Istennél is, az ő szeretete országában mindörökre. Hogy ezt méltó és tiszta lélekkel kérhessük Istentől, először most tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg mulasztásainkat, bűneinket. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Istenünk, te mindenkor irgalmas és könyörületes vagy. Könyörülj testvérünkön Zórán, akit most elszólítottál ebből a világból. Mivel benned hitt és remélt, bocsásd be őt az örök hazába, és tedd őt el nem múló örömeid részesévé a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támadt föl, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Mindnyájan Isten ítélő széke elé jutunk. A Szentírásban ugyanis ezt olvassuk. Amint igaz, hogy élek, mondja az Úr, előttem meghajlik minden térd, és minden nyelv magasztalja az Istent. Tehát mindegyikünk számot ad magáról Istennek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Amint kívánkozik a szarvas a forrás vízéhez, hogy kívánkozik a lelkem te hozzád, Istenem. Szomjazik a lelkem az erős és élő Istenhez. Mikor jutok el, s jelenek meg az Isten arcája előtt. Mikor jutok el csodálatos hegyére, egészen az Isten házai. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből.
Jézus egyszer így beszélt a sokasághoz. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ezek az evangélium igéi. Kedves család, kedves testvéreim, amikor Jézus az örök élet szent kenyeréről beszél, az apostolok és mindazok, akik hallgatják, azt kérik, hogy adjon nekik ebből a kenyérből, hogy többé ne kelljen éhezniük, és hogy örökké éljenek. Nem igazán értik, Jézus miről beszél, de annyit megértenek belőle, hogy aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Amikor Zórára gondolunk, és szeretnénk megköszönni az édesanyának, a nagymamának az életét, akkor egészen biztos, hogy ez áll az első helyen. Gyermekkorától fogva számára a Jézussal való együttlét a legfontosabb dolog volt. Akár az oltári szentségben, az örök élet szent kenyerében, és abban a sok-sok imádságban, amelyet értetek, imádkozott nap mint nap. A Gyulafehérvár melletti kis faluból, ahonnan 6 gyermekes családból származott, akik közül 3 lettek felnőttek, megtanulta az Istennek a szeretetét. És ez az Istenhez való ragaszkodás kísérte végig az életét, amikor is családot alapított Balassagyarmaton Miklóssal együtt, és 4 gyermeknek adtak életet. Ő a gyermekekkel volt, alázatban, egyszerűségben, tisztaságban, csendben, de az imádságban mindig az Istennel. Egy olyan biztos alapot jelent az ilyen ember a gyermekeinek, a családjának az életében, akivel lehet, hogy nap mint nap nem találkozunk, az is lehet, hogy nem minden nap beszélünk, de az a biztos tudat, hogy ő van, és hogy ő rám gondol, és hogy ő értem imádkozik, a legnagyobb erő, amely bármilyen távolság, vagy bármilyen közelség nem tud felülmúlni. Amikor egy életért hálát adunk, nyilván mindannyiótokban, gyermekeiben, szeretteiben felidéződnek azok az emlékek, amelyek ebben a földi életben
összekapcsoltak benneteket. És azt is tudjuk, hogy úgy, ahogyan eddig, többé már nem láthatjuk, és nem találkozhatunk vele. Mégis a jézusi vígasztalás, hogy aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog, erőt ad mindannyiunk számára, akik ugyanezzel az örök élet szent kenyerével táplálkozunk, és akik minden nap imádságban az Istenhez szólunk. Valaki mondta egyszer, és annyira a szívembe vésődött, ha szeretnél eltávozott szüleidhez a legközelebb lenni, akkor legyél egészen közel az oltári szentségben jelenlévő, itt a földön köztünk élő Krisztushoz. Ők már odaát, te még ide lent. De ha Krisztushoz közel vagy, akkor közel vagy a szeretteidhez is, akik már Krisztusnál vannak. Azért vagyunk tehát itt a templomban, és azért kerülnek ide az ő férjének, Miklósnak a hamvai is, hogy mindig együtt legyenek egymással és Krisztusnak közelségében, földi maradványaikban, és ezzel szeretnénk kifejezni, hogy hisszük és reméljük az örök életben halhatatlan lelkük együtt lehet Krisztussal. És amikor eljövünk ide a templomba, akár csak egy fohászt elimádkozni, vagy éppen a templom csendjében egy-egy pillanatra megállni, vagy sírjukhoz lemenni, akkor egészen közel érezhetjük magunkat hozzájuk. Nyilván, hogy hiányzanak az embernek. És éppen Gyurival beszéltük, hogy most lettetek felnőttek, amikor már nincs, amikor valaki azt mondja, hogy fiam vagy lányom. Hálát kell adni, hogy 9 évtizednél többet adott az Isten neki is és Miklósnak is, hiszen sokáig lehettetek gyermekeik. Ugyanakkor pedig az örök életben nincsen idő. Az a pillanat, amikor ő most szépen elaludt, az a pillanat ugyanaz a pillanat lesz, amikor majd mi is eltávozunk, és ott újra együtt lehetünk. Mert ott nincsen idő, csak az Isten van egymagában, aki örök. Miklós, aki személyesen nem lehet itt, egy 1975 májusában írt verssel szeretne mégis a szavai által itt lenni velünk ezekben a percekben. Biztos alkalom. Volt a vándor életemben sok keserves pillanat, s hogy mondtam volna, nem emlékszem, átkozott legyen az a nap. De most, hogy megláttalak téged, Isten, mint létező igazságot, csak áldani tudom a méhet, ami engem hordozott. Ha fájdalmat köszönni meg lehet, akkor én végtelen hálával köszönöm, hisz fájdalommal adott nekem életet egy anya, kire gondolni számomra múlhatatlan öröm. Távol vagyok szép hazámtól, hogy szép volt, már nem is tudom. Mély messze járok édesanyámtól, de szép emléke itt él bennem, s a gyermeknek adott csókja homlokomon. Én Istenem, ha egyszer miattam szomorkodni látod őt, vidd el, s add neki vidámságom, hogy felejtse el a cammogó időt,
hisz boldog találkozásunkra nálad, nálad van most már biztos alkalom. Ebben a biztos találkozás reményében imádkozzunk most közösen. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, megtörte a halál uralmát. A feltámadás reményében könyörögjünk most Zóra édesanyáért, aki közülünk elköltözött az örökké valóságba. Légy, Urunk, irgalmas bírája Zola testvérünknek, és rövidítsd meg szenvedésének idejét, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy szolgált teste, amely most visszatért a porba, dicsőséget fényében támadjon fel az utolsó napon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Urunk, örök nyugodalmat minden embertestvérünknek, aki ma jelenik meg ítélő széked előtt. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a megváltás örömhíre tartsa ébren híveidben a feltámadás és az örök élet reményét. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, Urunk, hogy a halálban ne csupán az elmúlást lássuk, hanem egyszer s mind az örök élet kezdetét. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, Zóra az örök élet kenyerével táplálkozott földi életében, és imádságában sokszor szólított meg téged. Add, hogy most eljutva szent színed látására, örökre boldog lehessen országodban, általad, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr közöttből az áldozatot, nevének dicséretére, dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya szent egyház javára. Urunk Istenünk, könyörgő szívvel ajánljuk fel áldozatunkat, testvérünk Zóra üdvösségéért. Kérünk, hogy aki kétkedés nélkül vallotta szent fiadat kegyes megváltójának, most irgalmas bírájára találjon benne, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. A boldog föltámadás reménye Krisztusban ragyogott föl nekünk, s így bár most megszomorít a halál kényszere, de az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, s amikor halandó testünk porrá lesz, lelkünket a mennyben örök otthon várja. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, dicsőséget himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek,
és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukba vízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg Zóra szolgálódról, valamint Miklós szolgádról, akiket magadhoz szólítottál már ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesülhessenek fiat feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a porból, és romlandó testünket megdicsőlt testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd, reményünk szerint, velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz a szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára, s az ő isteni tanítása szerint
imádkozzunk most együtt Zóra lelke üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmasz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmasz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörgésemnek szavára,
én vagyok, a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog. És mindaz, aki úgy él, hogy hisz benne, nem hal meg mindenökké. A gonoszságokat számon tartod, Uram, Uram, kiáll meg akkor előtted. De nálad kegyelem vagyok, és a te törvényed miatt reménykedem benned, Uram. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog. És mindaz, aki úgy él, hogy hisz benne, nem hal meg mindenökké. Jézus világ megváltója, üdvözlégy élet adója, megfeszített Isten fia, Szent keresztet szívem hívja, Jézus hadd, hogy hozzád térjen, veled hallja, veled éljön. Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magad én, ha homlokomon piros vénet, tiéd vagyok, hogy ítélj meg. Jézus, hadd, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, Szent Fiad az oltári szentségben saját testét adta nekünk útra valóul. Add kegyelmedet, hogy általa testvérünk Zóra eljusson Szent Fiad örök asztalához, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Istenem, örök Atya, szent kezedbe adom neked, légy jóságos bírá, engedj haza országodba engem, a halangjaim felkívül, maroknyi rétemért áldok téged, és megköszönöm, Uram, az irgalmas halál, örök hazába elszólító parancsodat, mert néked élünk, Uram, és néked hallunk. Istenem, örök Atya, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos bírám,
Testvéreim, amikor most hívő lélekkel megadjuk az ember hamvainak a végtisztességet, bizalommal kérjük Istent, hogy halottainkat, akiket erőtlenségben most eltemetünk, erőben támassza fel majd szentjei között. Állítsa őket megdicsőült hívei sorába. Miután megszabadult a haláltól, s elnyerte bűnei bocsánatát, irgalmazzon neki az ítélet napján. Vegye vállára őt a jó pásztor, hogy élvezhesse az el nem múló boldogságot és a szentek társaságát az örökké valóság királyának kíséretében. Most tehát arra kérlek benneteket, néhány pillanat csendben, akár a fotó segítségével is, idézzétek fel szíveitekben hozzájuk fűződő emlékeiteket, személyesen köszönjetek el tőlük egészen addig, ameddig az örökké valóságban hitünk és reményünk szerint majd ismét találkozhatunk velük. Ez a szentelt víz emlékeztessen bennünket keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedéseivel, halálával és feltámadásával megváltott minket. Jöjjetek segítség, Isten szentjei! Siessetek, Urunk, angyalai, fogadjátok az ő emlékét, s vigyétek a fölsége színe elé. Fogad magadhoz, Krisztus, ki meghívtad őt, és ti angyalok, közessétek a mennyország örömében. Fogadjátok az ő nevét, s vigyétek a fölséget színe elé. Legyen ez a tömjén a tisztelet jele a megkeresztelt ember iránt, akinek a testét a szentségek a Szentlélek templomává avatták. Adj, Uram, nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Fogadjátok az ő Most pedig testvéreim, lekísérjük Miklós és Zóra hamvait a templom kriptájába, nyugvó helyükre. A mostani járványügyi előírások miatt öten jöhetnek velünk, három gyermekük és két menyük,
többiek pedig majd itt föntről tudják követni a lenti szertartást és bekapcsolódni az imádságba. Majd amikor mi feljöttünk, mindenki lemehet sírjukhoz egy fohászra, egy imádságra. Azt követően pedig a család szeretettel vár mindannyiunkat a templom melletti plébánia alaksori nagy hittantermébe egy találkozásra, emlékezésre, agapéra. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te három napon át sírban nyugodtál, ezzel megszenteltett híveid sírját. Ezért a hanvak mostani eltemetése növeli bennünk a feltámadás reményét is. Add, hogy testvéreink, Zóra és Miklós, akiknek hanvait most itt eltemetjük, békességben nyugodjanak mindaddig, amíg majd életre kelted őket a feltámadás napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon lássák meg, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Testvéreink a keresztvíz által Krisztushoz kapcsolódtak e mulandó földi élet idejére. Megváltunk jósága engedje, hogy dicsőséges föltámadásában is részesüljenek az utolsó napon. Az Úrnál nyugszom, örökön örökké, őt választottam,
lakom nála. Ami Urunk Jézus Krisztus keresztjének szent jele legyen rajtatok. Ejjelben váltott meg titeket a megváltó, ejjelben van üdvösségünk. Zóra és Miklós, porból lettetek, és porrá lettetek, de Isten feltámaszt titeket az utolsó napon, béke veletek. Földből alkottál engem, és testet adtál nékem. Támasz fel, Uram, s megváltom az idők végén. Megváltó Jézusunk tanítása szerint valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe és az örök életbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, élők és holtak Ura. Te megkönyörülsz mindazokon, akikről tudod, hogy hitük és jó cselekedeteik által a tieid lesznek. Hozzád könyörgünk most mindazokért, akik még a földön élünk, és azokért is, akik már a más világra jutottak. Érgalmadból add meg nekik bűneik bocsánatát és az örök boldogságot, Krisztus, ami Urunk által. Örök nyugodalmat adj, ó Uram, nekik, örök világosság fényeskedjék nekik, hogy szent trónod körül udvarolhassanak, téged boldogítót örökké áldjanak. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, a föltámadásig nyugodjanak békességben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm mindenkinek a türelmét, ahogy a család feljött, akkor unokák és mindannyian, akik szeretnétek, le tudtok menni. A lépcsőn le jobbra, majd rögtön balra fordulva
megtalálhatjátok Miklós és Zóra sírját, azt követően pedig, ahogyan említettem, a család szeretettel vár benneteket a plébánia hittantermébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!